A Földművelésügyi Minisztérium kiemelt figyelmet fordít a helyi termékek előállításának ösztönzésére, az értékesítési csatornák kiépítésére, bővítésére. A Helyi Termék Éve program egyik kiemelt célja, hogy a helyi termékeket gyártók szakmai ismeretei bővüljenek és kérdéseikre választ kapjanak. Ennek érdekében a Földművelésügyi Minisztérium a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatallal, a Nemzeti Művelési Intézettel, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen a termelők számára szakmai fórumokat szervez az ország számos pontján. Csenger látja vendégül március 23-án 10 órai kezdettel a Helyi Termék Éve szakmai fórumot az Országos Szakmai Fórum sorozat 2016. évi 6. állomásaként. A helyi termelők számára hasznos, tevékenységet támogató információkat nyújtó szakmai napnak a Művelődési Központ ad otthont. Csengerváros polgármestere Forján Zsolt nyitja meg a rendezvényt, majd szakértők nyújtanak tájékoztatást többek között az adózásról, az élelmiszerek jelöléséről és szabályozásáról, illetve az eredetvédelemről. Az eseményt ezúttal is helyi termelők kerekasztal beszélgetése zárja.